A történelmi Magyarország területén elsőként Temesváron vezették be a közvilágítást 1884-ben. Négy évvel később New Yorkkal egy időben már Máté Szalkán is elektromos áramat a fény világította be a köztereket. Ez a tény sokak előtt ismert, a miértre viszont a történész adja meg a választ. Egy testvérpárnak köszönhető mindez, a Schwarz Jakabnak és Schwarz Burnak, akinek korszerű mezőgazdasági üzemük volt itt Mátészalkán, malommal, olajütővel, szőrehízdaladával, és a termékeikkel kijutottak a párizsi világkiállításra, ahol megismerték az újkornak a csodáját, ezt a svéd gyártmányú dinamót. És ezt a gépet ők megvesték a gyárunknak a korszerűsítéséhez, a malomnak a megvilágításához, tehát ez akkora teljesítményű volt, hogy felesleges áramot termelt, és akkor Mátészalkai utcákon a gyártelepről végvezették ezt az áramot a belvárosi lakóházukig, palotájukig. És az Edison-féle körtécskék jelentették a közvilágítást, az elektromos közvilágítás megteremtését Magyarországon. A szatmári városban 2004 óta ünneplik a fénynapját. Augusztus utolsó hétvégéjén szinte minden Máté Szalkai megnézi, hogyan kell életre a mécses tartó kisfiú. A város jelképévé vált mécses tartó fiú életre kell, és az általa kiterjesztett és általa újjászületendő fényt elvisszük a város utcáin át fölvonulva a szívekbe, a lelkekbe, és kiárasztjuk ezt mindazokra a vendégekre, akik megtisztelnek bennünket azzal, hogy a fény ünnepén Máté Szalkán itt ünnepelnek velünk. A felvonuláson nem csak a helyiek vettek részt, a kattaki Győrből érkezett Máté Szalkára. Kedves barátom, Soltész Ferencnek lesz a fiának holnap az esküvője, és a legnagyobb örömmel jöttünk, megmondom miért, mivel nagyon tetszik Máté Szalka, szeretjük, és minden évben örömmel jövünk ide. Sziváló, kiváló a rendezés, és nagyon boldog vagyok, hogy ezen a rendezvényen részt vehetek. A fényes napokon tiszteletüket tették Máté Szalka testvérvárosainak képviselői is. A felvidéki Homonnáról, a kárpátaljai Munkácsról, a romániai Nagykárolyból, a hollandiai Zevenárból és az olaszországi Vittóriából, valamint Németországból, Oberkochéből érkező vendégek is együtt vonultak az ünneplő tömeggel.